Sziasztok srácok, Rony vagyok, és ez a Vlog and Leveling-es sorozatunk következő része. Egy sok dolog történt megint, úgyhogy próbáltam csak hamar megcsinálni ezt a videót, és rávenni magam, megkeresni még egy nyomkodatot, amivel lehet is tolni közben, és van is kedvem hozzá. Úgyhogy ezt így is teszünk, vagy is jelentkezünk, de nem kezdtek, már hírek vagyunk, úgyhogy ezt így nem kéne erőltetni. Ez arra akartam beszélgetni srácok főként, hogy ugye most már livestreameltünk, kipróbáltunk egyetlenül is Twitch-en, de YouTube-on szeretnék mindenféleképpen, erre majd lesz egy külön videó. Gondolom, csak gondoltam megemlítve ebben a videóban is, ha már úgyis a dolgokról van szó itt. Úgyhogy másik jó hír megkaptam télapóra. Kicsit korai karácsony, télapó mondjuk, meg szülinapra így a káromra együtt megkaptam a vanomat. És valószínűleg azon is lesz live, és tök meg ebből videózni gépre. Új játékokat kínul is megkapja a karácsony elméletileg, és akkor lesz ott is videó bőven. Úgyhogy ez nagyon nagy segítség és haladás lett nekünk ez most. Amármilyen nem hiszem, hogy kell, mert Vinti szerintem beszerzünk, és úgy lehet videózni. Össze lehet kötni a Microsoft-akkal, mert az Xbox One-osakkal, és akkor itt akkor kés lesz, és tudunk videózni, felvenni, és fel is lehet tenni, nem kell az Avermedia, stb. Úgyhogy ide lehet így tudni az egészet, a geciből, nem kell itt baszakodni vele. Úgyhogy ez már egy nagy piros pont így, tényleg sokat fog nekünk ez most segíteni nagyon. Tehát úgy most elkezdjük a live-olást kicsit úgy jobban, csak a múltkor kicsit úgy később lett kiírtam, hogy kiírtuk Facebookot, megnézték, hogy 200-an, de se esélyekkel sem voltak a streamen, úgyhogy aztán YouTube-on lesztek, ezt is meg akartuk majd kérdezni, de ezt majd a streames videóval, hogy Twitch-en vagy YouTube-on legyen a live, melyik lenne jobb, ugyebár, mert nyilván melyiket nézitek jobban, és YouTube-on nézzük, csak észreveszitek, és YouTube-on turkáztok, hogy milyen tévén látjátok, hogy élő, mint Twitch-en, ott a sokovos streamel között megtalálom ilyenket, értitek, tehát de jó, ezt így elkezdett így rendszeresíteni, mert tökre szeretnék live-olni Kingdom-mal. És valószínűleg most szombaton lesz, nem tudom még hánykor, de lesz stream. Mindenféleképpen. Lesz WoW, lesz Cségó, valószínűleg LoL-t azt nem ígérem, de látok relációt. Legfeljebb még host lesz helyette, ha úgy van, de mindegy, ezt még nem ígérem rá. Tehát egy Cségó, meg egy WoW az biztos. Nem tudjuk mennyi idős, mennyi órás lesz, de szerintem egy ilyen hétvégi rendszerességgel fogunk livestreameket csinálni, és akkor legalábbis így úgy közvetetebben tudunk beszélgetni, élőben, stb. Úgyhogy szerintem egy tök okés lenne ez az egész. Úgyhogy azt hiszem fú, jó lenne. Megnéztük, hogy jó bírta a net, ahhoz képest, hogy milyen fosztatán van egész, jó bírta nem volt, a hanga volt egy kis gond, bár a mi új mikrofont használom, mint a közöset, és azon nem, azt hiszem nem lesz gond vele, de végül lett, de egyébként nem vészes, tehát ahhoz képest nincs tré. Most tudtam, ez is tölte ezért. Most Kingdom a trackről toltam, mert újra befizetve volt, ugye ezentúl fogvozni fog ő is, jelent, hogy hiányzott neki nagyon. Úgyhogy vele lesz a livestream, mert most vele volt, csak kevesen voltatok. Így 9-8-an ember volt itt, de mondjuk jobb, mint a semmi, egyértelműen, nem ezt mondom, csak ahhoz képest kevés volt, amire számítottunk. Már mondjuk Facebookra írtuk ki, úgyhogy ez még annyira sokan nem követitek a Facebook oldalunkat. Még egyelőre legalábbis, aztán majd csak fog változni a dolog. Lábbis nagyon remélem, hogy és sűrűen fogjátok nézni a Facebook oldalunkat, mert is nagyon sok infót kiteszünk. Már ha lehet így mondani. Ez nagyon sok információt. Kicsit elustultunk ilyen téren. A videókhoz is lustulják írni a leírást, hogy micsoda vagy valami. Úgyhogy csak megosztom, hogy legyen kint, azt lássák az emberek. Majd akik lájkolták az oldalt. Otthon videók esetleg Facebookon követnénk, és úgy nézi YouTube-ot. Kinek adja a kizét? Hoppá. Ez kellemetlen. Ezt neki nyújt meg egy szíve. Szia, leléptem. Holy Radiance. Hú, de fasz a bájám van ám. Azt a kurva élet. Nem gyenge az a helyzet, hogy nem gyenge. Ilyen kell közben magad is, mert elpatkolunk, aztán lesz pislogás. PvP holipal leszek egyébként. Úgy szerettem volna már egyet. Ez nem jó nekünk. Kingdom fel Gentle levelet, és amiatt volt ilyen. Azért van az, hogy nincs cuccom. Azt most is sok hillomom van, hogy ilyen télen örülök neki. Már össze-vissza a paladin még nem szedtem ki. Most a szár voltam. Aláírom. Akartam egy drálnál holy palát PvP-re, eredeti, sose volt hozzá egy hangulatom, hogy kihúzzam, de most itt az idő,
ahol el kell kezdeni a dolgokat. Azon gondolkodtuk, hogy a streambe fogjuk úgy nézni, hogy nincs a WoW sorozat, mert sokkal jobban megint, hogy két alatt leülünk játszani. Tehát ti is ott vettek, és most feltörte a YouTube-ra is utólag. Vagy esetleg úgy lesz, hogy YouTube-on fog live-olni, mert elég nyilván valószínűség, mert sokkal egyszerűbb lenne. Mint Twitch-en, bár Twitch-et egy-kettel jobban szeretik. Én gondolom, ez változó lesz. Úgyhogy mindig majd kiderül, megszavaztatjuk veletek úgy is, hogy ez hogy lenne a legmegfelelőbb mindenki számára. Úristen, dispelzünk. Nem lovoskodunk. Itt hol a könyv? Hello. Kell lenni egy könyvnek. Itt úgy, úgy. El lehet lopkodni. Csak meg lesz. Hajjaj. Tank bácsi, haldokol. Az a World of Glory viszont elég elmélyen be, hogy ez ilyen vizékasztolós lehet, mert ez akkorát nem healer, hogy megérje. Healer, hogy megérje. Szerintem legalábbis, de hát ez... Magyar, jaj, hány deputik? Tank bácsi, esetleg... Leszednéd az agrót. Oh! Megkészek meg ezt az addont, mert... Elég hardcore. Egy szekrel nézek is a lov, és a tank HP-je már lov. Nem tudok már beszélni, mindjárt szüles srácok, alig vár, annyi lan lesz, annyi lan tervezünk meg streamet, hogy nagyon sokat. Rajta vagyunk a témán egyébként. Nagy álmunk volt már kintom a régóta, hogy tudjunk live streamelni. Meg erre a lehetőség. Egy kis lassan össze fog jönni, csak egy jobb vizékel videókártya. És akkor is tud már live streamelni. Most ott lesz a van, és azon is tudunk majd livestreamelni. Úgyhogy ez így tök ügyes lesz, tök jó lesz. Felrendítünk egy kicsit úgy a csatornát. Még az 1000 feliratkozók mi live-olni, ez nagyon az eleje. De az már, annak már jönnek, hogy 100 ember ott lenne élőben velünk, és csak nem akartam sokat mondani. Nem is annyi, egy 50-nek, majd 30-nak már kényes örülnék. Úgyis még mennyi az eleje. És legalább egy haladás. Dolgoknak. Tony a hír, Tony. Kicsit az egyik osztálytársam minden nap live-ol, hogy hazajön vovozik, és átadjuk szoktunk játszok, és nagyon érdekel, csak Twitch-en szokott. Lesz majd leírásban a linkje a Twitch csatornájának, és ott lehet követni őt is. Nagy rész PV-ezik, valószínűleg fog PV-zni is, de az csak rúgóval lesz. Hír, here, here zacskó. Lehet, hogy Hearthstone egy idegesítő játék egyébként. Határozottam. Lehet, hogy baszni az idegrendszerem. Ért hozzá, vagy nem tudom. Ezt nem feltűnődésítő a játék, hogy amik egyetlen. Jó lók voltak, jó lóva DPS-ünk, bassza meg. Leütöttük, eltelt 20 év. De mondjuk kicsit még furcsa megszokni. Itt a paladin, mert régebben abszolút nem működött. Lábbis, fura, más volt. Fura nekem ahhoz. Kicsit hozzá hasonlítva. Másik könyvet beégették, itt a harmadik könyvet. Van, komolyan relax van. De semmit nem érne ez a World of War, de komolyan mondom. Csak úgy lenne, de én is értem, hogy minek. Egyszerűen healerre 300-et is így, hát köszi. És az instant healem többet healer. A vicce félretével. Mondjuk 500-akat healerne. És hánalom. Hát tehát meg felbe kell rúgni a faszomba. Jó, rátettem azt a fost. Mi a neve? Beacon of Light. És hát igen, ezeket ez a napi fáradt, csak ezt rajtam van, ez nem volt most megint egy jó dolog videó, mert egyszerűen nem volt energiám leülni a gépel és felvenni egy videót, most olyan tompán beszélek, hogy nagyon, és valami olyan szinten elfáradok, és tényleg én sértem miben, mert próbálom úgy csinálni a napomat, hogy lazítósabb legyen, és nekem annyira lefáradom a nap végére, és egyszerűen ezt lefáradok, hogy valami eszméletlen, tényleg, egyszerűen, és nem tudom, hogy mi az oka ennek, ezt leszív az iskola agyilag, hogy nagyon durván, egyszerűen. Folyatékos állat lennék, és egyszerűen
kifáradnék 8-7 órától. De olyan fárasztó, hogy nagyon. Itt lesz a szünetszerencs, és tudok pihenni rendesen. És nem ráztatni fel a videózós témára, mert annyira szeretem csinálni, és akarom kicsit profibban, meg kicsit többet tudni róla, kicsit többet gyakorolni ebből, többet gyakorolni abból, és akkor ez nagy vágyam. Hogy faszán működjön ez egész. Láttam Hörbinek egy videóját. Arról beszélt, hogy nem rendes youtubers, youtubersek, minimum egy napi egy videót nem tud felrakni. És itt úgy magamra vettem a dolgot, hogy valamikor én sem tartasz napi videót, amikor szinte nincs energiám is, rossz. Tényleg elég rossz. Ugye akik vlogolnak, az nem azt mondom, hogy könnyebb, de egyszerűnek látom, mert felszínek egy vlogot, összevágják kézzel, fel, aki vágatlanul rakják fel. Felbasszák, aztán ennyi volt igazából, hogy több meló van velük, amíg kivágják egy jelenetet, de 5-6 perces videókról beszélgetünk, nem 20-30 percesekről is, jobbár játékok terén meg ugye valahogy így kéne kompenzálni a dolgot, hogy 20-30 perces videók, ezt összevágni valami, stb. Odafinálra kevés vágás legyen benne ilyenek, és kicsit nehezebb ugye sok gameplay-es csatorna verseny egymás közt, hogy kirek mikor én egy jobb ötlet úgy ötlet, ami beindítja, vagy elindítja, és ez a Hunter ez egy fogyatékos szardarab. Én is megdöglök a gecibe. Megdöglök a gecibe, és beúsztam a boss-t is. Szép volt, elismerésem. Mi akar mindenki megdögleni? Szedd már össze magad, Pityu. Itt jó volt a fasz. Éjjövök. A picsába bele. Hunter az letaldát volt, úgyhogy miért döglött meg. Meg is érdemelte. A fenébe. Úgyhogy azt játszok, ezt a szünetet a szarra szeretném fordítani, hogy ezerrel videózzunk. És tök jó lesz. Ez videó. Dögivel legalább a livestreamket is össze lehet tölteni. Féle beindítónak érzem ezeket a livestreamket kicsit úgy vobból. Csak egyszerűbb lesz livestreambe tolni, mint így 54 perces videókat feltölteni, az ugye csak izgalmasabb lesz, úgy érzem. Nem tudom, hogy kb. Megérdemelt, hogy nem keltettük fel. Neked el is felejtettem mentségemre szóljon, de mindegy. Azt mondja, ez nekem határozottan kell. De meg úgy lehet máshogy. Elindelélem valaki ezt a méles szart. Azt hittem, ha mondom. Hanem azért. Ezt kapsz, Morelli, ezt kapsz. Na azért mondom. Nem, mindig elfelejtek volna stopper indítani, és nem tudom mennyi időnél járunk, és nem akarok megint 60 perces videókat felvenni. Hopp, még egy ógyűri. Úgyhogy ezt kezdjük. Shit. Nem vagy is jobb volt, mint ami nekem volt. Mert szintek vagytok? 42 vagyok, 43. Hát szóljon mondjuk. Még egy beleférjem. Nem srácok, ez egy dungeon-i videó lett volna. Úgy a dungeon-okat már hülyére unjátok szerintem. Elárultátok magatokat rajta. Köldökötök jön ki a dolog. Ja, srácok, egy olyan rövidebb videó lett. Nem tudom pontosan hány perces lesz, hogy 20 perces kényelmes lett. Tompa kurva életbe. Úgyhogy srácok, akkor ez a videó ennyi lett volna. Írjátok le a dolgokat a kommentbe, a Twitch-el kapcsolatban, vagy a YouTube-bal kapcsolatban. Ugye lesz külön videó igazából, hogyha ráértek, ott kommentelni. Úgyhogy ha nézzétek a videót és lájkoljátok, és fejlesztek hogy a Facebook oldalunkról. Átok ki fogjuk tenni, hogyha lesz esetleg valami változás a livestream-el kapcsolatban. De egy biztos videót biztos mindig ki fogunk rakni, hanem mindig, de ha rendszeresebbé válik nektek is, hogy szombaton feljátok és nézzétek a live-ot, meg tudjuk találni a rendszerességet, akkor nem lesz gáz. Úgyhogy akkor srácok, ez a videó ennyi lett volna, tetszett, akkor lájkot a videóra, tetszett fel a csatornára. Tettünk Askefen és a Facebookon, hogyha felejtsétek el lájkolni. Sziasztok!